Tehát igazából itt a Földön is ezt meg lehetne valósítani, mert volt már ilyen. Ugye MUK központtal volt már ilyen. Valamikor még előtte egy lemuriai központtal, tehát volt ilyen, és lehetne ilyen. De most ebben nem mennék bele. Tehát itt az a lényeg, hogy átkerül magas a dimenzióba, hát hogyan tudja a tudás egy alapítani. Nem így, hogy magol és tanul és magol, tudjátok, hanem televe teljesen más oktatási eszközök is vannak. Olyan oktatási eszközök, amelyek mondjuk mi most vagy felrajzolunk mondjuk egy kockát, ugye? Vagy azt mondjuk itt a lupapálcikával, onnátok ott a felénél, és így megnézzük körbe. De, és akkor innentől kezdve ugye mindenféle bonyolult térbeli dolgot, tehát mit tudom, kémiai molekulákat, vagy ilyesmiket is így, vagy sejteket így nézik. Na most oda hát nem ez van, ott van rögtön egy térbeli holografikus kép, ami teljesen térben mutatja neked, be lehet nagyítani, kicsinteni, működés mutat, tehát egy mozgó ábra, ami teljesen másfajta megértést tesz lehetővé. Arról nem beszélve ugye, hogy ott is a megtapasztalást ugyanúgy felhasználják. Tehát magasabb dimenzióban, a Földön kívülieknél is vannak vallások, vannak titkos tanítások, guruk, mesterek, tanítók, nem hiszem, hogy nincsen, ott is van. Ott is vannak ilyen Himalája-szerű helyek, ahol különösen azt a fajta mindenki szellemi megismerést tudják gyakorolni, ami egyfajta városi tömörülésen kívül van. De alapból az ottani társadalom, hogy mondjam nektek, azt nézi, hogy a következő generáció, vagyis hogyan tud maga ez a társadalom tovább élni, nem lerom, hanem tovább élni. Vagyis odafigyelnek a fiatal oktatására, odafigyelnek az egészségére, odafigyelnek az erkölcsi morális szintjére, odafigyelnek a tudás átadására és megszerzésére és hasznosítására. És innentől kezdve nem az van, hogy egy fiatal, mert minden egyes gyerek képességekkel születik, hogy abból mennyit tud megtartani, mennyit veszít el, hanem ki tudja bontakoztatni. És ennek nincs az a veszélye, hogy most mindenki vagy csak menedzser, vagy csak mit tudom, mi akar lenni, tettek, vagy csak vadászgépilót akar lenni, mert nincs két egyforma lélek. Van, akit az érdekel, van, akit teljesen más dolog érdekel, vagyis maguk a lelkek fogják maguktól a társadalom különböző szféráit, úgymond munkahelyeit betölteni, mert van, akit ez érdekel, van, akit az érdekel. És abban tud kibontakozni. Mert igazából, ha megfigyelitek, minden egyes területe az életnek egy fraktál. Elkezded, megismered, és így egyre inkább egy rendszer kezd kibontakozni. Nincsen, hogy valamit megismertünk a végsőkig. Hát ha lenne ilyen, akkor a fizikai tudomány nem tudna tovább fejlődni. Ha lenne ilyen, a sejből nem tudna tovább fejlődni. Miért tudna tovább fejlődni? Mert még mindig vannak még ismeretlen területek. Tehát a fraktál gyakorlatilag az olyan hasonló rendszereknek a sorozata, amelyekből minden egyes rész hasonlít a nagy egészre, nem azonos, csak hasonlít, de része van. A nagy egész pedig benne van minden egyes kis részletében. Általában a Sierpinski háromszöget szoktam erre mutatni, mert az a legegyszerűbb és legjobban látható. Hát az a háromszög, ugye egy egyenlő oldalú háromszög, ahol az oldalakat felezve, ugye, belehozok egy másik háromszög. Azt mondja, ugye a háromszöget szokták Istennek is ugye a teremtési szimbólumának tartani, ha még szemek is rajzolnak bele. De maga a háromszög az isteni, ugye Szent Háromszög, az Istenet a szimbóluma. Hogyan van benne az Isten a teremtésben, hogyan van ő belőle, hogyan van kívül rajta, hogyan lehet ő az egész. Ezen is el lehet magyarázni, hogy ez csak munka modell, tehát nem így néz ki a valóságban, ezt azért hagyd legyen, csak az elve. Ugye az Isten mit csinál? Négy felé osztja önmagát. Négy felé. Egy, kettő, három, négy. Már megvan. Hasonlóak, mint a nagy egész? Igen. Ugyanazok a arányok, ugyanúgy néz ki, csak kisebb. Tehát nem azonos vele, része a nagy egésznek. A nagy egész benne van a kicsibe is, mert hasonló, belőle van, benne van, de ő kívül is van, meg benne is van. A négy kerül tovább osztódik, ugye? Létrehoz a saját arrendszer. Mihály Arkangyal létrehoz a saját magára felfőzött Mihályhez, tehát Mihályhoz kapcsolódó lelkeket, a harcosabb lelkeket, Gabriel a gyönyörítő lelkeket, ugye, akik hozzá tartoznak, ki melyik kerülre van felfőzve. És onnantól kezdve, ugye, nagyon egyszerű, sematikusan, állandóan ilyen
osztozással lényegében létrehozza mindenki a saját rendszerét. Na ez a fraktál elv. Én értettük, ugye? Itt láthatom, hogy itt egy nagyobb rendszergazdák, tehát akik mondjuk Gabriel alatt vannak, de még az ilyen kisebb háromszögek, tehát ezt még tovább lehet osztani, tehát most a végtelenség lehetne ezt itt tovább osztani őket. Majdnem az emek, hát a végtelenség lehet rajzolni. Akik tulajdonképpen akár meddig megyek bele, négytől kisebb háromszöget, négytől kisebb háromszöget rajzolni, ezek vagyunk mi, úgymond lelkek, hiszen nekik is különböző szintjeink vannak. De fölfelé előbb-utóbb ugye a kerubokhoz, itt az alkonyolokhoz, illetve a teremtőhöz jutunk el. Így osztja meg magát az Isten a teremtésben. Ő magát sokszor hozza bele. Minden egyes kisebb és egyre kisebb háromszög hasonlít a nagy egészre, csak mások az arányai. Ugyanaz a szöge, ugyanaz a oldalának aránya. Tehát így a lelkek összessége a teremtő, az Isten. Ő így van kívül, így van belőle az egész, de így van ő benne is. És talán valamennyire érthető, ugye? Igen. Tehát ez erre nagyon jó, ez az elv. És hát tulajdonképpen ennyi. Persze egy kicsit szinten ugye tovább lehetne osztani, tehát most szándékosan nem osztottam tovább. Mindegy. Tehát ez egyik ilyen fraktál lehet túlmutató ábra. Ezek kívül rengeteg egyéb lehet, hogy mit tudom én, van egy ilyen csillag, akkor ebből a csillagból fölépítek még egy csillagot, ami ilyen kisebb csillagból áll, ez része egy még nagyobb csillagot, stb. Stb. Tehát ugyanígy a fraktál ennek ez a lényege. A másik, amit szoktunk mondani, ez a karfló fraktál, a karfló típusú fraktál, amelyek ugye szintén az elágazások rendszer, tehát az, hogy van egy karfjónak egy szára, és akkor az kétfelé ágazik, az megint kétfelé ágazik, az megint kétfelé ágazik, megint kétfelé ágazik, és így tovább olyan bonyolultuk a végül kialakulja maga a karfjónak a felszíne, mert ott olyan sűrű, hogy ott már nem ágazik tovább. Na de az Isten négyfelé ágazik, tehát ugyanígy megy tovább erre is, és a végül kialakul lényegében a neutronnak, vagy az univerzumnak a szerkezete. Mert ezt lehet látni. Tehát kialakult, csak természetesen ezek megint csak egy ilyen működés mutató sematikus ábrák. A valóságban egy picit bajoltam egy ilyen spirálok vannak, meg lőnekre egyedek. Hát ezt igyekszem időfizikailag elmagyarázni, de tulajdonképpen a fraktál elvet mindig tudjuk vonatkoztatni mindenre, akkor sokkal könnyen megismernünk az életet, és igazából minden belegazolni, mert ahogy az előbb mondtam, tehát hogyha kialakul egy új tudomány, művészeti irányzat, esztéskor, Dánik, nagyon szépen köszönöm, hogy megmentettél a különlepopástól, akkor mi történik? Ugye vannak lelkes kutatók, elkezdik megismerni, és megy tovább a megismerés. Igen ám, de kiderül, hogy ennek vannak még vonzatai, tehát mit tudom én a sejtek megismerésénél, vannak kémiai összefüggések, fizikai összefüggések, tehát mondják biofizikus, biokémikus, és a többi. És vannak még ugye ennek különböző más területekkel, tehát matematikai modellezhető részei, műszakilag alkalmazható részei, tehát gondolok itt ugye azokra a számítógépes kutatásokra, amelyek biológia alapúak. Csak mondanám, hogy az igazi gyors számítógépek azok biológia alapúak lesznek. Nem pedig ilyen szélcsönkisták, de hát ebben most nem menjek bele. Magyarul elkezd el is szétágazni. Tehát akármeddig megyek bele, vagy bármilyen művészetbe, mindig lesznek további folyamány, nincs az, hogy vége. Mindent megismertük, mindent tudunk, kudarcosak vagyunk, és akkor nézzük egy másikat. Nem, van tovább, a faktál, az mindig tud tovább menni. Tudni, hogy lelki problémákban, bármilyen belemegyünk. Nincs vége. Mindig van tovább, vegyük ezt. Mindig négyes osztódás van? Nem mindig négyes osztódás van, nagyon jó kérdés, köszönöm, nem mindig négyes osztódás van. A neutronban ott három felé indul el a fraktális osztódás. A három felé indul, itt gyakorlatilag a neutronban három. Tessék? Majd vigyem. Tehát nem tudom, hogy jól lerajzolni, ez egy, kettő, és akkor ide kéne még egy valahogy. Mint a három. Csavarincsam ide, látom. Mint a yin-yang, csak háromból. Aha. Most egy kicsit, nem tudom, nagyon béna vagyok, mindegy. A háromban.
Három tahér, három tűz szalad egymásba, és ők kezdik egymást másolni. Na most itt azért van egy olyan dolog, hogy minden térben kell elképzelni. Tehát mindig síkba rajzolok, ugye, mert nem tudunk térbe, nincs még ilyen háromdimenziós képernyőnk, de lesz majd, mert lesz. Tehát itt a három tahér igazából úgy csavarodik egymásba, hogy térben indul el három felé a osztodásuk, és építi föl lényegében mindegyik fraktálisan a saját rendszerét. Hát én most így rajzolom, de valójában ezek spirálgömbi és egyre kisebb és kisebb visszafordult tahéroknak a rendszere, még újabb másolatot kelt. Tehát hasonlóan, mint itt, lényegében a visszafordulások addig mehetnek, ezek kis tahéron visszafordulások, ameddig a felszínen nem lesz már annyi, hogy vissza tudjon fordulni, mert ott lesz egy másik. Nem talál vissza a saját magába, a saját maga múltját nem tudja megérinteni, ugye, tehát itt a saját maga múltja, nem tudja megérinteni, mert ott egy másik. De nagyon sűrűen vannak egymás mellett. Abból lesz a tér, vagy pedig ő maga? Az a határa, tessék. Abból lesz a tér, vagy pedig ő maga? Hangosabban. Hosszátok meg másokkal. Abból lesz a tér, vagy ő maga a tér. A neutronnál benne van a térben, tehát a neutron... És az egy tér, és akkor utána az három rézet. Nem teljesen. Ez már a téridőn belül van, a térben van. Ez egy olyan időrendszer, szokott időrendszer, ami nem teret vagy fénykvantumot hoz létre, mert ugye ez 240.000 forrásból áll. Hanem igazából az elektron keltődésével, mint csak 512 forrás, keltődik majd a proton, amelyek áll majdnem 740.000 forrásból, és egymást kelte egy nagyon stabil, de önmagába zárt kis minimumezmot, egy neutront, egy anyagot, anyagi elemi részecskét, tehát egy neutront, így, hogy még nem hidrogént állít elő, vagy azt tart fönt. Azért ugye hidrogént mondok, mert ha hagyjuk, akkor magát a lebom még 12,7 perc alatt ugye protonnal és elektronnál, tehát kijön be az elektron, akkor pedig már az hidrogén. És ott az anyag. Ez pedig keletkezik a csillagközi térben, döntve az anyag megmaradás elméletét. Keletkezik, kimutatták, nem én találtam ki, csillagászok már 80-as években. Több kilométerenként, azt hiszem 2-3 hidrogén molekula keletkezik a csillagközi térben. Ami ha ilyen köbb parszkeket veszünk, tehát vagy köbb fényéveket, akkor egy hatalmas anyagmennyiség, amelyek aztán összesülősödnek csillagokkal, bolygókkal, stb. Ez a magyarázat. Hát az nem olyan egyszerű azért, mert ahhoz kell egy olyan térszerán, mint egy csillagnál, aki, tehát egy olyan istenség, egy olyan az atyából kérkezett istenség, aki azt a rendszert felépíti. Na de nem ezt mondja ezt az előbb ötödik dimenziónál, vagy a negyedik dimenziónál, hogy egy egyre magasabb fejlődési szintre kerülve, mivel fognak úgymond játszadozni? A teremtést fogják megismerni és gyakorolni. Tehát a... Most letöröltem, de mi a negyedik dimenzióban? Tehát úgy de kint, hogy a gyakorlati tananyag, tehát a gyakorlati oktatási segédlet az azt jelenti, hogy megcsináltad az elképzelésedet. Hogyan csinálja meg? Kitalál mondjuk egy olyan növényt, amelyik egy újfajta gyümölcsöt, bogyót, nem tudom mit fog teremni, ami bogyóban olyan vitaminok, meg olyan magának vannak, ami nagyon finom, tápláló adott testnek, stb. Na most kitaláltam, ilyen még nincsen, mint az áfonyaiző áfonyát, ami nem volt előtte áfonya a Földön, csak mit tudom, köké, meg ilyesmi, maras anyú. Én kitaláltam egy olyan kökének látszó bogyót, nevezük áfonyának, ami más ízű. És másfajta vitaminok érdek van benne, más arányban van benne. És bizonyos élőlényeknek ez táplálékú vagy táplálék kiegészítésként szolgálhat. Mi legyen ezzel? Hát nézd! Itt van X számú bolygó, telepítsük le, amelyekre gondolod, és te a fejlődését kísérlet figyelemmel. Letelepítik, és onnantól kezdve ő az áfonyáknak a szellemi vezetője. Ugyanígy, ha kitalál egy bölényt, kitalál egy medvét, vagy kitalál egy bogarat, egy kis bogarat, értétek, miért imádkoztak a természetnépek a állatoknak a nőnyéknek a szellemiségét? Mert valóban van. Tehát kitalálja, megvalósítja, onnantól kezdve ő az, aki ezt felügyeli a teremtményeit. Tehát így gyakorolja a teremtést. Nagyon sokan is, igen. Az
megmondani, hogy az embernél is van ilyen dolog, hogy keletkezik olyan anyag bennünk, amit táplálékkal nem vittünk be. Tehát ez is nagyon érdekes, hogy csak az valami, hogy táplálékkal bevittünk. Nem, de keletkezik olyan, amit nem vittünk be. Persze, a lítiumnál mutatták ki például, igen. A lítiumot nem vittünk be, nem vittek be a szervezetbe, és mégis van lítium például a szervezetünkbe. Igen? Tulajdonképpen egy mérgező gyümölcsök vagy a bogyók, azok miért lettek akkor mérgezőek? Nagyon jó a kérdésed. Valószínűleg ezek eredetileg nem voltak mérgezők. Ezt tudom erre mondani. Vagy nem mindenki számára. Vagy nem mindenki számára mérgező. Tehát nagyon sok olyan állat van, meg tud enni. Vagy olyan anyag van benne, amit mi most mi nem ismerünk, és az gyógyszer. Tehát sose tudhatod, hogy mit lehet belőle kivonni. Tehát nem ismerjük, ez inkább én azt gondolom, hogy ez. Így van, hogy Igen. Nem tudjuk, hogy mire való. Egyébként meg hasonló, vagy éppen ugye van a hasfogó. Ez nem kérdés. Az bocsánat, ismeretünk szegényes inkább. De például, ha belegondolunk abba, hogy nem csak a földi emberiség élet itt, tehát a földi raptorok, akiket az előbb mondtam, hogy természetes evolúcióval indult el a fejlődésük, és most is itt élnek egyébként csak a földfelszín alatt, tehát itt élnek a földfelszín alatt, hogy neki például rengeteg mérges bogyót is meg tudnak enni. Mert a szervezet tudja közömbösíteni a mérget. Mi nem? Az a jó. Vagy neki nem mérge. Nekik azt kell. Igen, érdekel, régóta tudtam tudni. Igen, azt szeretném kérdezni, hogy egy egyszerű lélek. Hangosabban kérdezünk. Képes a tanulás, a fejlődés során egy térszalág szintjére fejlődni? Nagyon jó a kérdésed, köszönöm szépen. Tehát, hogy egy egyszerű lélek, mondjuk egy kis átlagos kis himbélémi lélek, képes-e térszalági szintre fölfelődni? Igen. Ekkora igen. Igen, ekkora igen. Mi vagyok igen. Miért? Ez a cél. Ez a cél. Időkérdése. De az időt nem számít idő az van. Időkérdése, de egy másik dimenzióban van. Nem szűnik meg az az egyéni tényleg minősége? Mert most fölfejlődik egy szintre, akkor az a szint az már nem, az, nem ő lesz, nem? Valahol. Hát mindig Isten, van mindig most teremtő. Most csak ezt emelem ki, jó? Hogy az előbb volt 5. dimenzió szinte, tehát ide ugye belép a lélek a 4. dimenzióban. Itt az ő szabad akaratán múlik, tehát az ő egyéniségén úgymond egóján, hát ott már nem olyan egó van, mint itt szóval, értitek, itt már kozmikus egó van, tehát már rendszerek fölött teljesen másnak gondolkodnak. Dönti el, hogy visszaad-e a teremtőbe az atyába, vagy pedig teremt magának világokat, vagy visszajön alsó világokba tanítani, vagy valamilyen küldetéssel. Univerzumot teremt magának, vagy ezen az univerzumon belül teremt magának egy naprendszer, vagy bármi? Itt rögtön univerzumot teremthet, mert egy egérnek egy egérük univerzum. Bocsánat, hasonlát, egy hangyának a hangyabója az egész világ mindenség. Meg az a környéke, vittél pár száz méter előtt, addig el tud menni ugye, gyűjteni magának szerves hulladékot. De igazából, mondjuk így, hogy minél magasabb szintet, tehát nem olvad vissza az atyába, a teremtőbe, hanem ő még a más rendszerbe való segítés által, ő is mit csinál? Mi gyűjt tapasztalatot, tudást, tehát magyarul még itt is lehet fejlődni. A fejlődés nem áll meg. Az atya, a teremtő is fejleszti magát, ezért van a teremtés. Ebből tanul, ebből fejleszti magát. Tanulni nem szégyen, miért egyszerű? Mindenki tanul. Tehát az isteni hierarchia minden egyes tagja is tanul. Az egész rendszer rendkívül intelligens és tanul. Tehát gyakorlatilag attól függően, hogy ő milyen szintű teremtésre képes, azt, tehát a saját teremtési lehetőségét is kipróbálhatja ezáltal. Teremtek egy bolygót, vagy teremtek egy komplet csillagrendszert. Vagy akár egy nagy galaxist is. Mert elvileg ugye nincs határ, tehát egy univerzumot is lehet teremteni, de ez külön téma, beszéltünk volna erről, gondoljátok, de elvileg ez sem lehetetlen. Szóval én azt gondoltam, hogy majd a kérdésből azt kezdtem ki, hogy egy átlagos, egy mikronos lélek, nagyságban megáldott lélek is délszerennel változik, de... Igen. Akkor viszont már a lélek nagysága is kell, hogy változzon. Úgy van, logikailag, mert erre gondoltam. Nagyon jóra gondoltál. Hát ugye azt mondjuk, hogy van egy, hát persze
nem gömb, akkor tudjuk, hogy gömbölyítették hozzá egy formát. Az egymikromos, tehát az egymikromos lélek. És tudunk ugye a négymikromos lelkekről. Ugye a nagy lelkek, tehát a kerubok. Igen, és a kettő között nincs semmi. Csak van. Van. Csak a következő a helyzet vele. Az egymikromos lélek hogy épül föl? Úgy épül föl, van egy magja, meg van egy hús, amit cseresztében a mag, ugye? Ez a tudatalatti, ez a TA, ez pedig a éber tudat, inkább így az a éber tudat, a tudatalatti magján belül pedig van a tudat felettünk, tehát a felsőndőjénünk, egy kis térszállán, egy kis oktén, egy kis gyémántocska van benne. Az, ami valódi lényeg, valódi szellemünk, de ez a tudatalatti magjának, a cellarendszerén belül van. Ez egy teljesen más cellarendszer, mint ami kívül van, ugyanis ez a külső, ez lebontódik és felépül minden egyes életnél. Ez nagyon lényeges tudni. Tehát hasonlóan, mint itt az előbb a fraktálnál és a neutronnál magyaráztam, a lélek is belőle folyamatosan keletkezik, keltődik. Az nem egy olyan fix valami, tehát univerzumban semmi fix nincsen. Ugye egyszer az Isten, a Teremtő megcsinálta, és akkor az úgy van. Mindent folyamatosan teremt. Tehát a tudat feletti az fix. Maga a tudat feletti annyiból fix, hogy része a Teremtőnek, de ő is változik. Uh-huh. Miért változik? Mert az atya is változik, a teremtésben zajló események hozzájutó információi által. Vagyis egyre tapasztalt a bölcsebb, stb. Lesz. Mi, mint részei, felsőrendőjén szinten. Tehát ez az ébertudatba, az egóba, elvileg kijöhet, csak ki kell hozni, de a minden tudást akkor sem tudni kihozni, csak így, amíg nekünk emberként, vagyis mondjuk így, az emberi korlátokkal való csertés, botlás és jóra való törekvés, a tökéletesedés való törekvés által ember életet tudunk élni. Hát gondoljatok bele, nem emberek lennék, hogyha minden leszeltünk, mindent tudunk, és akkor nem követünk el hibákat, értitek, mindent tudunk. Arra nem tudtak egy mindig Istenre? Az nem azt mondja, hogy ember, meg hogy egy közösséges ember. Az a Istenként, mikor embertől is Istenként tekintünk. Tehát az emberi lét úgymond gyarlossága nagyon fontos. De ezek olyan szerepek, ez a kedvenc korot, olyan szerepek, amiket el kell játszolni. Fogalhatunk ugye a szerződés, hogy mit tudom én, Takács Zoli, itt fog szívni, meg ezt a végén jó hosszúan. És akkor ennek a végén majd lesz egy értelme az egésznek. Na most jön az élet, Takács Zoli, az a megint. Mert ugye nem szükség tőlésem van. Tehát eljátsza az emberi szerepet. Bevállal mindent, de egy másik léleknek, XY, mindegy, aki más a életterve, más a kormánya, tehát másfajta, mondjuk így, hogy szerepoztást játszik, és ezeket ugye lehet változatni, tehát ezért tudunk, hogy a házastársak különböző felállásokban lehetnek különböző lepékben, meg akár gyerekszülő, stb. Tehát itt mindenféle felállásokat lehetnek. Mert a lélekcsoporttól és a lélekcsoport egymás segítő tagjaival függ össze. De ide visszatérve, tehát gyakorlatilag az átlagos lélekre, mert az Istenből kipattant, az átlagos lélek az a legkisebb egység, ami a lélekfaktálon keletkezik. Nagyon fontos, figyeljetek, lélekfaktált mondtam. Többféle faktál is van, tehát ezen a lelkosztodáson belül különböző olyan faktál irányok vannak, vagy faktálok vannak. Szia Matyika, mi újság? Beszél össze-vissza. Ő is gondolatod, akkor mondhatod. Be is rajzolt? Ide rajzol valami szépen, jó? Nem oda? Na most van a lelkednek az osztódása, mert mindjárt félreállok ide. És ezen belül ugye a lelkeknek megy a kire van felfizet, ugye kinek ki a felső mestere vagy élek,
segítőjelentő szellemi atya. De van olyan fraktánk, olyan oldalánk, amelyek a környezetet építi föl. Ez nagyon fontos, tehát a neutron, illetve... Én meg mit alakul? Van alakul. A olyan neutront és a neutron különböző rendszereit keltő másolatokat, tehát idő másolatokat, időölvényeket, amelyek a környezetüket építik fel. Ez nagyon fontos, ugye, mert ebben a háromdimenziós anyagi világban anyag kell. Anyag nélkül nem anyagi világ, hanem szellemi világ, ilyen egyszerű. De egyébként szellemi világokban is van szellemi anyag, tehát azért tegyünk különbséget, csak annak más a forrásrendszer, tehát a neutrino anyagról tudjuk, hogy az is egy részecske, csak sokkal kisebb, mint a neutron, ezért tud a neutrino úgy áthagyni a Földön, mint hogy itt se lenne. Találkozott ez a neutrino, ez az asztal neutrino. Hát nem, úgy átmérhetem, hogy ott se lenne, mert a neutrino az egy nagy minden kisebb, mint a neutron. Tudom, abból a neutrino sugárzás is jön. Elég nehezen kimutatott, de már kimutatták. Na most ez gyakorlatilag azonos a négy dimenziós vagy asztal anyaggal. Tehát az asztal testünk is egy neutrino ból van. Mert a lelkünk, ugye a lelkünkből bimbózása most pont... Elébe mentem a dolognak, Matikám most nagyon gondolja dolgok magyarázott, volt, amit igénységetett teljesen, és ezért fontos. Jó, anyád kérlek meg, hogy a Zalán, jó? Tehát rögtön folytatom, csak akkor ide mennék bele, hogy oda rajzni a Zalán, jó? Ez kekék a kicsikéke. Tehát a halál után az ébert tudatban, ennek a cella rendszerében, ez egy nagyon bonyolult cella rendszer, megvan a szerzett tudás. A életnek, ebben az életben, amikor mit tudom én, Kis Pista István, élet születésétől haláláig, az összes ébert tudattal, az összes érzékszervével befogott információ itt van. Ezt fogja feldolgozni, de a tudatalattiában sokkal-sokkal több információ van, tehát mindenben megy, 12 érzékszervével. És amikor feldolgoztam, kvázi nincs már szükség erre az információra, akkor ez lebontódik. Mondod a tudat alatti, illetve bizonyos információs holográfiában kisugázódik bele, hogy így mondjam, a megélt életeknek az információja. De ez az ébert tudati cellrendszer nincsen, mert a lélek nem él személyben, nem él emberi testben. Nincs rá szükség. Viszont amikor leszületik, ugye kvázi meg egy emberi életet fog élni, akkor elkezded a cellrendszer képülni. Vagy igen, meg ez bonyolult cellrendszer van. Tehát a legelső, a 8 ilyen cella lesz, amiben a legelső információ beírodik. Anyának az illata, íze, testmelege, stb. Értitek? Beírodik. Utána jön a következő. Belülről ugye a kerekedés által ide árad kifelé és épülnek fel ezek a cellrendszerek. Jön a többi információ. Éles vagyok, cici, meleg, stb. Tehát épül föl, mondjuk is, hogy mindig a kis tudata. És aztán egészen addig a cellaépítkezési szintig, ami már végül is ugye a határát, tehát a maga az ébertudattal rendelkező lényeknek a külső határát megvonja. Ez egy nagyon-nagyon erős páncért fog ide vonni, és lényegében a lélek elpusztíthatatlan. Még ébertudatú, tehát a legkülső ez a változó cellrendszere is. Tehát ez sem semmisül meg, csak tulajdonképpen a halállal bontja le a lélek maga, és építi fel újra. Azért érdekes ez, mert a cella rendszer, tehát az, hogy belülről kifelé állnak folyamatosan a keltési hullámokban ezek a cellák, lélekcellák, mondta mennyire követhető ez. Tehát belülről kifelé állnak, keletkezik, nyomja kifelé, ez amit keletkezett már itt lesz, a következő keletkezik, akkor tovább nyomja, mint a csőnél a golyókat, akkor betöltött. Na most, mi történik azzal a cellával, amelyek eléri a felszín? Egy dudon lesz a lelkem, utána ez úgy leválik róla, és önálló életet kezd el élni. Egy lesz a neutron. Vagyis, bármennyire döbbenet, az anyagot mi keltjük, mi lelkek. Mit jelentjük meg magunknak az anyagi világot? A neutronról aztán persze neutronról válaszol meg. Szóval igazából ez nagyon egyszerűen mondom, mert még kicsit bonyolultabb. Mi viszont a nagy lelkekkel vagyunk felfűzetett, mert a nagy lelkektől keletkezünk ugyanilyen pimbózással, ha leválik róla, akkor ez egy ilyen kis egyetlenos lélek lesz. De, ami itt a lényeg,
akkor, amikor már anyagból kifelé tartunk. Tehát amikor már az anyagi rendszert megismertük, a szivacs kéne nekem, mert nekik azt mondom. Ez egy ilyen koprodukció, most közösen adunk elő. Köszönöm szépen a szivacs, jó? Aranyos van, köszönöm. Hát amikor a belső malasztal való teljesség, ugye a malaszt az igazából tudás jelent. Tehát a malasztal teljesség az azt jelenti, hogy minden tud a sok minden tud. A belső lélekmag építkezik. Inkább odadom, jó, csak kicsit hagyjál engem érvényesülni. Tehát amikor annyira magas szintű fejet már a lélek, hogy ez a fajta cellarendszer, tehát mondjuk így, hogy a 120 éve való információ mennyisége, ennek a távolkapacitása kevés. Egy éve tudati cellarendszer, durván egy élet elég, bár nem használjuk azt se teljesen. De elég bizonyos fejlettséget, akkor ezt tovább építkezik, tehát magyarul egy nagyobb cellarendszer burkot van maga köré, maga a tudatalatti magja. És mindentől kezdve figyelek, jöhet be az, hogy valamilyen köztes, mondjuk itt, hogy az izotophoz hasonló, nem teljesen stabil, tehát kicsit változó lélekméretek keletkezhetnek. Parancsolos. Az olyan, hogy a lelkek és a rész is egy ilyen dimbózással válnak le egymásról. Ez a harmadik dimenzióban igaz csak így, vagy más dimenzióban ez máshogy néz ki? Gyakorlatilag ez mindenhol igaz, mert a dimenzió érzékei pontosabban a valóság realizálását mi magunk hozzuk létre. Tehát a mi lelkünk azáltal, hogy leszületünk ide a Földre, akkor tulajdonképpen behangolásunkat segítették azzal, hogy itt a földi háromdimenziós rendszert realizáljuk magunknak valóságként. Ezért nem vagyunk egyedülállók, ezért nem vagyunk körültek, mert nem látunk hát más rendszerbe, hanem csak a földi dolgokat látjuk. Aki egy kicsit máshova is átlát, tehát nem csak erre van behangolva a háromdimenzióra, hanem mondjuk egy kicsit, hogy még más rezgéseket, más frekvenciát tartalmunkat is el tud érni. Ugye a rendszer nem van a tepa. Tehát mit tudom én, azért megvannak a kilohertzként, tehát most mondok ilyen has dolgokat a rádió csatornák. Itt van a, mit tudom én, milyen Bartok rádió, Kossuth, Lepeti, stb. Mi mondjuk, Kossuth rádió vagyunk behangolva. Aki egy kicsit áthall a Bartok rádióba, az a hársegyen van, ugye, mert hogy azt mondja, hogy itt hangokat hallok, meg más mondanak, meg mást is látok, stb. Ha nincs a hársegyen, meg úszta volt annyi esze, akkor azt hívjuk tisztán látónak, vagy azt hívjuk tisztán nézőnek, vagy azt hívjuk valamilyen ilyen értelemben vett beadónak. Tehát gyakorlatilag ez a lényeg, hogy mindig vagyunk behangolva, lelkünket milyen rendszerre, milyen frekvencia sávra hangoljuk be. De akkor még a többi is itt van. Csak mi ezt realizáljuk valóságnak, mert csak erre vagyunk behangolva. Nem tudom, érted, hogy valamennyire. Igen, neki még. Az is volt a gondolatom, ugye hát van ez a nagyon lényegtétel, hogy a lássuk a három dimenzióba, ugye a második dimenzióból jönnek át valahol. És ezt hogy lehetne ide például ide kapcsolni ezt a dolgot? Hát pontosan ezt az áthangolást... A bimózás elmélete mellett. Pontosan ezt az áthangolást vizik a ciódai anyák, tehát mert a maga a lélek az egyfajta vezetettséget kell, hogy amíg ugye kisgyerekek is konni kell a kezét az úton, stb. Tehát egyfajta vezetettséget kell, hogy kapjon, ami nem elég önálló, mert különben elveszni a teremtésnek fogatagában. Bármilyen furcsa hangzik, el tudnak alulni, tehát baja, úgymond baja lehet, nem lenne baja, csak az a fajta belső szoftver, amit a mahadó, tehát a teremtő való kipattanásakor kap, az a fajta belső szoftver fogja őt vezetni, a megismerésben, az életek tervezésében, hogy milyen aspektusból, csak őrá jellemző aspektusból keresi az életeket, a szerepeket, amivel ő meg fogja ismerni a teremtés különböző részeit, vagy különböző lehetőségeit. Már csak ezért sincs két egyforma lélek, mert teljesen más a belső affinitás része. Van, aki, és ez most egy kicsit az egótól független, valamilyen szerintem persze, hogy van, aki műszaki zseni. Csukor szeme, fél kézzel megszerel egy, mit tudom én, egy autó. Van, aki meg egy szögetlen mi bevenné, mert egy az ujjára csak pétete szal. De ő viszont nagyon penge valamilyen humán dologba, míg a másik a műszaki, mert nem érdekli annyira. A kettő, az egyik sem hülye a másikhoz képest, hanem kiegészíti egymást. És akkor mit lát a páros lélek?
A páros lélek. A lélek mindig dualisztikusan keletkezik. Tehát gyakorlatilag, már így belekérdeztek, tehát sose az van, hogy egy önálló kis lelkecske itt koricál, és akkor ugye van, hanem a lélek mindig a teremtésben, pontosan a, mondjuk itt a belső motiválása által, illetve a dualisztikus megismerés, tehát a kétféle, nehéz szavakban önt, ahogy látom magamban, tehát a komplementet, tehát egymás kiegészítő, de mégis a teremtésen belül különálló és különböző, mindig egy kicsit néha nőies, kicsit férfias aspektusból a megismeréssel, sokkal több információt, vagy megtapasztalást tud szerezni a lélek, mint ha egyenálló lélekként, hol nő lenne, hol fő lenne, értitek, és egyedül kóricálnak csak a teremtésben. Tehát azért válik kettő a lélek, mert akkor egymást fogják mindig keresni. Ugye ez a bizonyos, hol a duálpárom, hol a duálpárom, ugye nekem a duálpárom. Szóval mindig ez a dolog. Más az ikkelláng és más a duálpár. A duálpárom az mindig a lelkemnek a másik fele. És sokszor pont feleség. Vagy fér. Bármilyen is furcsán hangzik. Szerencsés. Sőt, legtöbbször általában egymás, mondjuk így, hogy közvetlen közelében igyekeznek, hát ha nem is lesz születni, de utána találkozni és együtt élni, mert csak így tudják egymásnak a fejlődést, a megfelelő fejlődést biztosítani. Tehát ahogy a bizonyos klasszikus példám szokott lenni, hogy két lelkecske jött fönt a lelkek otthonában beszélt, egyik azt mondja, hogy meg akarom ismerni, mi az, hogy megbocsátás. Le akarok születni a földön, mi az a megbocsátás. Mert itt nem tudom, mert itt nincs, hogy megbocsátani, mindenki jó, aranyos, hát most mit bocsássak meg, azt mondja, hogy velem van, azt nem tudom megbocsátani. Csak azt mondja neki a másik lélek, hogy én annyira szeretlek, hogy leszületek hozzá, és olyan szemét leszek veled, amilyen csak tudom. Megbocsátás, megkülönben mit? És akkor leszületik a lelkecske, lesz egy feleség, leszek hozzá a segítő lélek, mint részeges kicsapungó fér. Tehát kezdve lehet gyakorolni. Na, meg. Ez egy kis lelki még azt köszönhetem. Szóval, persze egy nagyon lesz a példa, de hát gyakorlatilag ennek számtalan folyamánya vagy különböző része van. De az elv az ez. Tehát a lélekcsoportok, figyelj ideket, a lélekcsoportokon belül tehát a lelkek egymást igyekeznek segíteni, és ez a segítség sokszor földi vagy emberi értelemben, vagy viszonylatban kellemetlen vagy rossznak tűnik. De mit mondtam, megvan ennek is az értelme. Tehát, ha mit tudom én mondjuk néha látunk olyan párokat, ugye, hogy az asszony viszél a nadrágot. Tehát a férj olyan kis megkunyászkodó, de nyilván kicsit el van nyomva, az asszony a határozottabb hangadó parancsoló. Akkor ennek is karmikus, hogy egymás segítő oka van, mert így valósítatják meg egymással a lélekfejlődési terveiket. Biztos, hogy egy lélekcsoportból való, tehát egy azonos lélekcsoportból való. Ugye lelkek is ugye csoportokban vannak oda, ezek a lelkecskék, másfajta lelkecskék. Két lélekcsoport között nem a Földön, a Godát is ritkán van ilyen kapcsolat, mert más szinten vannak, azért váltak külön lélekcsoportát. De a lélekcsoporton belül a lelkek segítik egymást. Sose születik le egyszer az összes, sose, mindig van fönn. Akik leszületnek, azok úgy tervezik, hogy egymás segítség. Ugye? Megbocsátás, szemét leszek. Aranyos leszek, segítelek. Szóval akármilyen felállásban mindegy, de egymás segítik. A duál pár, tehát a lelkem másik fele, az ennél kicsit bonyolultabb, mert a duál pár az ebben szintén részt vesz, tehát tényleg sokszor házastársunk, vagy akár gyerekünk is lehet, de nagyon sokszor, mivel a két lélek félnek, nem egyforma a fejlődési ütemek. Figyelek! Azért nem egyforma, mert nem egy életet élnek. Hát két különböző testben vannak, két különböző megismerési pozícióban nyitja az életet, és ezáltal egyik jobban feltett, a másik lassul, kicsit lassabban. Ilyenkor szokott az lenni, ugye, hogy amelyik magasabb szinten igyekszik magához felhúzni a lemaradtat, a lemaradtak igyekszik visszahúzni magához a feltevet, hogy ne kelljenek annyira stampálni magát. Tehát ezek ilyen emberi lelki játszmány dolgok. Tehát gyakorlatilag mondjuk itt a emberi dolgaink, vagy az emberi kapcsolatainkban levő problémák sokszor ilyesmikre is összevezethetők. És egy ilyen magasabb aspektus, alaposabb elemzéssel ezek feloldhatók, vagy akár
könnyebben elviselhetünk, amennyiben nincs egy gyors változtatása lehetőség. Ehhez a iszviszit, ezt a lélekcsoportos dolgot annyiból akarom megerősíteni, és szándékosan egy privát példát mondok nektek, tehát lehet, hogy ez másnál máshogy zajlott, de nálam így, hogy a hetekben végignéztem az életem elmúlt 31 évét, hogy milyen nőkben voltam szerelmes, milyen párkapcsolataim voltak, és ezeket végignéztem. Az ember innen-onnan el tudja lesni ezeket a dolgokat, hogy ki milyen lélekcsoporthoz tartozik, mert hát aki már úgy benne van ezekben a dolgokban, azt el tudja lesni, és képzeljétek el, azt az extra elvon dolgot kellett leszűrni a végén, hogy az az 5-6 nő, vagy az az 5-6 lány, akivel igazán nagyon jó kapcsolatom volt, igazán szerelmes voltam vele, meg volt is viszonzás, ez kizárólag mind az én lélekcsoportomhoz tartozó lelkek voltak. Kizárólag. Szóval ez volt a példa, hogy ez így élt, és így működött a dolog. Természetesen ettől lehetnek más példák is, de ezzel a lélekcsoport dolgot akartam az én példámmal így megerősíteni. Köszönöm szépen az összeütességet. Köszönöm. Kihagyni, bocsi, de nagyon jó volt. Mert valóban egyébként, ha mindenki végignézi a kapcsolatait, miért van az, hogy... Bocsánat, még egy kérdés. Miért van az, hogy bizonyos hölgyek mindig ugyanolyan pasit vonz be? Ugye? Vagy nem jönnek ki, vagy valamilyen apa típusú, ugye? Mindig az apja szerint pasik jönnek be. Vagy pedig mindig ugyanaz a, mit tudom, ilyen típusú pas jön be. Másképp néz ki, mert néz ki, mintha nem olyan lenne, de idővel kiderül, hogy franzban ugyanaz. Ez egy gyakrabban. Miért? Hát azért nem oldott meg egy palmikus. Pontosan nem adottál meg valamit, leckét, és ezért más és más formában, de ugyanazok jönnek be. Megadottad, másféle pasik fog bejönni. Talán. Ez a szabály az együttom, most lehetett fejérvényes, csak hogy nem égyre is. Tehát csak az egymikonos lelkek érvényes. A némikonos lelkeket gyakorlatilag mondjuk így, hogy teljesen más szabályok érvényesek. Ettől függetlenül ők is, ha emberi életet élnek, ugyanilyen mondjuk, szerepeket kell játszani. Ők egymikonosként születnek le, és a három pedig tönt marad, hogy már... A dolog kicsi bonyolultabb. Annyiból bonyolultabb, hogy... Tehát az a kérdés, hogy a némikonos lelkek, a nagy lelkek is ugye egymikonos lelkeként születnek le, és mit fölnek némikonossá, vagy pedig eleve némikonosok lesznek. A teremtéskor, tehát az isteni hierarchia, az univerzum, a teremtés fölépítésekor azok, akik fölül indulnak a teremtés, illetve a világegyetem különböző részei, tehát indul a rendszerek szerveződése, akkor a rendszergazdák azok adottak. Ugye ez a 7 ősisi, a 24 triál életük, a 72 kerub, ezek mind adottak, tehát ők sose voltak egymikonosnak. De az egymikonos léleknek is pontosan a tudása, és a fejlettsége bővítésével megvan a lehetőség, hogy eljöjjön a némikonos lélek szintre. De akkor már ő is mi lesz? Tud teremteni rendszert. Ugyanaz, amikor tudod ki, amivel kezdtem. Tud teremteni magának a rendszert, és akár már a univerzumot is. Hát a fekete lyukakban keletkezhetnek univerzum. Most ez egy külön téma, most csak hogy megemlítem. Tehát gyakorlatilag a mi univerzumban, a mi teremtésünkön belül is láthatóak különböző szintű teremtések, teremtési próbák, illetve... Hát ti is benne vagyok egy fekete lyukban. Hát az univerzum hol veszik egy fekete lyuk, igen. Fekete lyuk. Biztos. De tulajdonképpen... Mondjuk, hogy van az univerzumunk. Hátán. Van egy olyan, hogy... Nem akarom túlbonyolítani, azért nem szeretek ebben annyira belemelni, mert akkor túlbonyolódik a dolog. Mert ha azt mondom, hogy nagyon sok ilyen univerzum, meg univerzum belőle kisebb univerzumot teremteni, és akkor ennek a teremtői, kis teremtői, meg közepes teremtői, viszont miket kell vannak, akkor olyan bonyolult lesz az egész, hogy nem lehet átlátni. Hát én maradnék az alap egyszerűbb dolgoknál, amit aztán még tovább lehet bonyolítani nyugodtan, mindenki a saját fantáziáját elbonyolíthatja. De az alap dolgok azok ezek, tehát van egy teremtő, aki az atyából, ugye, a teremtő fölükkel visszakodóval létrehoz egy téridőt. A téridőben ő belekerkezik öt másik forrás, öt másik atya, univerzum atya, akik egyenként ugye egy univerzumot hoznak létre magukból. Tehát ugye az oktaéder formából ugye létrehoznak hat forrás hely lesz, mert lesz egy üres is, és öt párhuzamos univerzum keletkezik. Az univerzumon belül, mert az univerzum mérete csak belülről ebben a rendszerben, ebben a térzékésben lesz 30 milliárd fényév a mi méréseink szerint, ha ennek kikerülünk a negyedik dimenzióba, ez egyáltalán nem biztos.
Mi lenne, ha megszűnne a fény? Amikor a negyedik dimenzióban, az ötödik dimenzióban, az egy dimenzióban, a százszor univerzumban másképp. Mert az információ az egy dimenzióban, az ötödik dimenzióban azonnali. A köztesben 2, 3, 4-ben megy másképp. Tehát amit a harmadik dimenzióban, mit tudom én, 30 milliárd fényév, mert ugye egyik irányban 20 milliárd, másik irányban 15 milliárd fényévre látjuk a kvazárokat, ameddig a legmesszebbre tudunk látni, az valóban az univerzum határát jelöl ki, azok ugye fölkerülő galaxisok. Addig a negyedik dimenzióban ezt teljesen másképp lehet látni, mert ott egy magasabb dimenzióban, egy magasabb szerveződésrelátási szintről nem is illetjük az egész univerzumot, a csillagokat, csillagrendszereket. Ahogy mondtam, tegnap előtt, tehát a térbúvójogokat látunk, meg dimenziósíkokat, meg mindenféle egyik bőletet, tehát másképp lehet látni, és ehhez képest van igazából maga a térérzékelés is. A térérzékelés az egy fenomena, az egy jelenség, amit mi érzékelünk. De igazából a fizikai távolságot mi adja? A fizikai távolság két pontja között, ja, ez pont egy pont jó is. Na mondjuk azt, hogy itt van mondjuk a Föld, itt van mondjuk a Sirius, maga a Amanegó bolygója. Ugye a kettő között van 9,8 fényév. Ez egy fizikai távolság, amit ha innen nézve a háromdimenziós rendszerből én fénysebességet akarok megtenni, akkor majdnem 10 évig kellene utaznom, mire eljutnék ugye az Ammára, a Siriusnak a bolygóját. Ha viszont én egy másfajta fizikai távolságot meghatározó, vagyis a magasabb látási szintről, a valódi működés ismeretében másképp határozunk a fizikai távolságot, akkor azt mondom, hogy a kettő között azért látszik ekkor a fizikai távolság, mert a térítek keletkezés ritmusában, ahogy a teremtő folyamatosan keleti, hogy a másik perceken 10-20 szerint 20-20 szerint az univerzumot, ekkora térítek szám különbség és frekvencia különbség van. Ez nekem a fizikai távolságban nyilvánul meg. Ezért tudok térülve csinálni, ugye ez pont hónap utáni téma, akkor csak megemlítem most, aztán majd attól jobban belemegyünk. Nem osszátok meg. Tehát, hogy ha én elhangolom magam, vagyis magyarul a Kossuth vagy a Bartók rádióra ráhangolódok a Petőfi rádióra, akkor hirtelen a Petőfi rádió frekvencián találom magam. Ez csak annyi, hogy kihagyom ezeket a köztes fázisokat, és mivel egy szinkronon rezgek, ezért a fizikai távolság különbség nem lesz nekem, nem lesz rezgésszám különbség, vagyis ott leszek a Sirius rendszerben levő bolygóján. Tehát gyakorlatilag a fizikai távolság, vagy az időbeliség, ezek a teremtés működéssel összefüggő fenomenák, jelenségek, amelyek áthidalhatók, de ez csak magasabb rendszerlátási tudással lehetséges. Paci. Ja, bocsáss meg. Ez semmi baj, akkor mondja. Csak már régóta jelentkezik, csak van kis szerény, hogy... Igen, mondjad. Egy dolog azt lehet, hogy mit kiegészíteni a mondani valót, hogy a marakulátában van az, hogy úgy írja le a teremtő a világokat, mint hogyha egy gyöngy fűzére lennének fölfűzve. A Rigvédában. Úgy írja ezt? Úgy van, tehát a teremtések, az univerzumok gyöngysorként vannak Vishnu. Vishnu az atyával azonos, aki nem nyilvánul a teremtésben, ugye Vishnu nincs benne a teremtésben, hanem Brahmaként van benne. Vishnu ködökében nőtt egy lótusz, abban ő Brahma teremt. Brahma teremti a világot. Vagyis atya és a teremtő fi. Időfizik ugyanaz. Tehát, és mivel nem csak egy teremtése lehet, hiszen az atya változaton tovább rohan ugye a káoszban, az anya káoszában. Hónap után egy kicsi van belemeltünk magunk, de a könyvben nagyon részletesen le van írva négyes lépés egy ábrával. Ott más teremtő anyával ismét találkoztak, ismét lehet egy teremtése, akárhány teremtése. Tehát valóban ilyen értelemben az időszállán, az időbeli szálló létezésre rohan, volt egy anyai randia, lett egy teremtése, megy tovább. Megint egy másik anyával, megint egy viszonya, megint egy teremtése, megy tovább. Tehát valóban ez az atyának az időszála, az időbeli létezésre a szála, lehetnek teremtései, amelyek között igazából azon kívül, nem tudom miért lehet tőlem látni, de azon kívül, hogy mire van felkezdve, ő belőle keletkeztek, ő tud, ő teremti ezeket az anyával való viszonyából,
ezek teljesen összeparált más-más teremtések. Hát, ami az egyik teremtésben egyfajta alapteremtése jellemző teremtés működési törvények, az egy másik teremtésben nem biztos, hogy igazak, azok teljesen más elveszett fölöpül időbe térbe eltérnek. Nem csak fizikai jelenségek, a fizikai törvények meg működtetik időbe térben, aztán teljesen. De a kettő között a hati időszállás kívül semmi nincs, vagy káosz. Tehát ez dolga meg úgy lehet, hogy egyébként kívül van az univerzumomból, és átmegyek egy másik univerzumba. És ezzel pont azt a veszélyt kockáztatom, ugye, hogy itt ismeretlen fizikai törvényeket találkozom, illetve kapok a pofánra, mert beszennyezek információt csinálni be a másik teremtésbe. Mert beszennyezem. A létezésemet hirdető hullámok, tehát időhullámok, a létezési hullámok, azok áradnak a forrásából, amik ezzel születnek. Ugye? Átlan. Méghozzá rám jellemző módon, és minden tudásom benne van ebben. Egyik bolygó, vagyis egyik univerzumban a másikba, mondjuk egy öregebb univerzumból olyan feltek a lények, hogy ennek egy több idő volt a fejlődésre, átmennek egy másik univerzumba, ráadásul az univerzumban lehet, hogy dödődik, nem tudom, előbb-utóbb az univerzumok elbomlanak, mert leáll az élettartamuk. Mindegy, hogy miért majd ezt vonatkozóan fejtem ki. És bekukítom a két darab művet. Igen ám, csak ők már túl vannak rengeteg háborún, mindenféle egyéb ilyen vérezős dolgok, és már mondjuk náluk is béke van, de a tudás bennük van. A tudás, ha valamikor egy történet, az ott van. Ennek ott adni, hogy megtörtént, akár sem, vezgében, ott. Ebben az univerzumban meg egy békés univerzum. Pontosan az által az atya, ugye, hogy ennek az univerzumnak nagyon véres volt a történelme, egy békésebb teremtést tervezett. De ezek a fránya lények olyan feltekedtek, hogy átjöttek ebbe a békésebb univerzumba, nem csináltak ott háborút, semmit. Betukítottak, ó, megvannak, jó, visszamegyünk. De a rezgés útján mi történik? Az innen belemegy. Tehát ugye vannak olyan a létező különböző hullámterei, amit köldelkenünk a történetét, eseményeit. Idejönnek egy másik lények, betukítanak, elmennek, de az ő lépülési hullámoknak az interferencia mintázatai beleérnek, bezavarnak. Más lesz. Vagyis át kell indulni az egészet a isteni hierarchia tagjainak, mert különben itt is meg fog jelenni a azonok a rettenetes fegyvereknek a kifejlesztésére az igény, meg a kifejlesztésük is, ami ennél a univerzumnál megvolt. Miért? Mert a tudás ott van róla. Ennek a kezdve az univerzumnak nem az lesz a történelme, mint amit tervezett a teremtés. Hát gyakorlatilag ezért vannak ezek elszeparálva, és amit a mi univerzum, a mi teremtésünkben igaz fizikai törvények, tehát a háromdimenziós világunknak az összes fizikai törvényét megismerjük. Megismerjük a negyedik dimenziónak az összes fizikai törvényét. Az igaz a mi teremtésünkön belül, tehát a mi időnkön belül, az összes többi párhuzamos univerzumba is. Azért igaz, ugye, mert a hiperterekben szintén ugyanezek az atyák, ugyanezek a mi forrásaink, mi atyáink vannak át, ők keltik a hiperteret is, vagyis ugyanezek a fizikai törvények lesznek ott és működnek. Át tudunk nyugodtan oda menni, hiszen ismerjük. Nem egy teljesen ismeretlen működésű univerzumban fogunk találkozni. De más teremtésbe átérve teljesen más törvények lesznek. Tehát, amit nem ismerjük, mert nem abban élünk, nem azok a tervek. Igen? De lehet az is, hogy a párhuzamos világunkba átmenve tapasztalunk újdonságokat is a törvényszerűségekben, nem? Hát mitől tapasztalnak? Az ott kell egy kicsit jelened és vizsgálódnak. Ha csak belátogatsz, az, ami nem biztos, hogy meg fogod ismerni. Tehát ez az olyasmi, amikor a hajósok először találkoztak a Tahitin, vagy a Uzinada Maurikkal, és akkor mit láttak? Hát, hogy ilyen félpucél szép testi nők és férfiak, meg van valami bungada-bungada szokása, nem tudom. De hát nyilván egy hét alatt, két hét alatt itt ismerem maximum azt, hogy ezek a lányok másképp szerkeznek, mint a fehérek lányok, de annál többet nem. Nem tudtak a Mauriknak a művészetről, a zenéről, a versékről, a kozmogóniájukról, a tudásukról. Miért van a kérdők tett a vállal? Miért van a kérdézék rajtuk? A rondák legyenek? Nem. Ott van rajtuk a tudás. A időspirál, meg mindenféle szent szimbólum ott van rajtuk rá. Tehát tovább van, mert így próbálták megőrizni az időpihajnak a tudást. Tehát ahhoz ott kell többet élni velük együtt élni, megtapasztalni, hogy meg lehessen ismerni. Tehát magyarul a más teremtésből át kellene fűződniük aznak a lényeknek a másik univerzumban, és abban élni, hogy megismerik, de átfűződnek, akkor viszont már nem ez az univerzum, az tartoznak.
Tehát én most át akarok költözni a Sirius rendszerbe, majd megfolytom a dolgot. Azok a népek, akik betelepültek ide a Földre, a naprendszerbe, azok mit csináltak? Idejöttek, és letelepültek a Földön, mert itt találtak ugye maguknak lakható területeket, tehát lakható területeket, életfeltételeket, anélkül, hogy esetleg másokat kiirtottak volna ezért, mert az ő rendszerük, mit tudom én, már telített volt, vagy túlnepesített volt, és akkor első dolgok, mi kellett, hogy legyen? Bejelentkezni rá napistennél. Atyám, szeretnék itt élni, kérjük, beszélj meg a mi Sirius atyánkkal, hogy kössétek már minket, mert itt akarunk élni. Mert ha nem ide van a kötve fűszál, akkor, és itt akarnak élni, hiába termelnek gabonát, meg üdét, éjjel halnak, nem ide van a kötve, még a Siriushoz. Tehát az át kellett kötődni, ez megvan egy megfelelő szertartás, illetve ez a régi isteneket elhagyván az új istenre, vagyis a nap imádatra, vagy valami földi rendszerhez tartozó isteneket értek át. Ezért voltak néha ilyen népeknél ilyen régi isten elhagyás és új istennek fővétele, az átkötés miatt. Mert a fluidszál az egy nagyon finom valami, megfelelő szertartással ugyanúgy átkötődik, mint hogyha egy ilyen madzagot kötődik át. Nyilván nem fizikailag látom, hanem szellemi szint. Volt az interneten egy ilyen, van az interneten egy ilyen csillagászéti program, hogy el lehet hagyni a tejutat is, és egészen kiszed az univerzum szélére, és borzasztó. A Celestia vagy meg? Nem tudom, hogy hívják, csak láttam én is, de abban pedig csak ott láttam a komputeren, és már rosszul éreztem magam, mert ide vagyok kötve. Amikor már nem láttam a naprendszerünket, akkor egy kicsit megijedtem, és amikor már eltűnt a tejút, és akkor már teljesen. Akkor gáza, ez nagyon mondod egyébként. Igen, és akkor belép ez a dolog, ez tutira belép, biztos. Ez már mutatta ezt a Gyulia. Hát hát ott csak bizonyos ő nem ment ám ki az univerzum szélére, ő csak megmutatta a bolygókat, tehát bennmaradtál a naprendszerben. Este, éjszaka, nem? Amikor mutogatta a bolygókat. Bolygókat meg... De akkor bennmaradtál a naprendszerben, akkor semmi bajod nem volt, hát utána... Persze, de az, hogy csak galaxisokat mutat, az más dolog, de te hagyod el. Na most gondoltak arra, hogy... Olyan érzést ad. A mi űrhajósaink, amikor nem azért, mert amikor nem azért, amikor a Földet elhagyták, tehát már kiemelkedett a stratoszférán, már kezdtek félni, hogy mit keresik itt a világűrbe. Ott van lent a hazánk a Föld. Hogy hagyjuk oda vissza? Ott levegek a semmiben. Nincs fent, nincs lent, ugye? Sütalanság, igen, köszönöm. És nincs fent, nincs lent. Abban a pillanatban egy stabil pontod megszűnik. Pontosan az egyetlen stabil pont az, hogy mindig ide földanya ugye megtart engem, tehát innen nem esek le, elvileg. Innen lehet. Elesni, de leesni, innen nem esek le valahol. De kinn az űrbe a sötétlenségbe, nincs fenn, nincs nem, ott lebegsz a semmibe, és olyan picinek érzel magad, annyira semminek, ha látod a Földet, akkor tudsz visszajutani. Igen, oda kell visszatérnem. De mi van a mentérnem időbe? Ahol semmi nincs? Nincs. Nem tudom, hogy te kell mondani a tapasztalatot, hogy jártam ott. Nem tudom, hogy mondani a tapasztalatot. Pokol lesz a félelmetes, nagyon. Mert ott aztán olyan sötétség van, hogy az a csillagközi űrnek a sötétség, az semmi. A legsötétebb oldal a felős részek, az semmi. Hát ott aztán egyszerűen megfogható, hallható a sötétség. És irányod sincs, mert egyszerűen nem tudod, hogy mi merre. Egyetlen egy dolgot tudsz. De ezt már megint pont tévés űrhajózás, akkor már pénteken, vagyis hónap után most sem beszélünk erről. De annyi a lényeg, hogy ha időszállalma jöttél, pontosan az irány vettem, akkor nyugodtál, annak a további iránya az, amin egyedül támpont, semmi más. Kész. Ha azt elszúrtad, akkor... Na, nem tudom, tartsunk egy szüntetet? Igen. Egy utolsó kérdés is volt. Lenne egy kérdésem ezzel a frekvencia elhangolással kapcsolatban, vagyis volna egy ilyen ötletem. Tehát, hogy gyakorlatilag az univerzumban, tehát mondjuk, ha minden atomnak van egy szinkron része, ami a tömegének nem tudom hány százaléka, mondjuk egy ezred vagy egy nyomot része, akkor mondjuk az nem rezeg szinkronban rezeg az univerzum összes részecskéjével, és ha gyakorlatilag az anyagot szinkron állapotba hozzuk mágneses térrel, akkor a külső anyagot, meg mondjuk én szerintem én a térenergiát is ennek tartom, hogy gyakorlatilag az univerzum egy néhány köbcentiméteres, de össze van szinkron anyagba zsúfolva,
és egy mágneses térbe kihozom mondjuk a Sirius-nak egy bolygó darabját, én magam a cinkron anyagra transformálom, és gyakorlatilag egy térugrás fog létrejönni, hogyha egy kis mozdulat is és voltak éppen csak néhány atomnyi elmozdulat történik, tehát neked egy atomhoz.